pásztorélet tárgyai között most a rovás pálcáról beszélnénk, amely igen messze régiségbe visz minket vissza. Itt elsősorban az Alföldről beszélhetünk ennek kapcsán. Főleg megyénkben a kunok foglalkoztak állattartással. Pásztorélet különböző használati tárgyai közül ez a rovás pálca tulajdonképpen egy olyan számadó könyvnek tekinthető, amely kapcsán a számadó juhász vagy gulyás, tehát pásztor ember el tud számolni a rábízott nyájjal. Erre természetesen azért volt szükség, hogy ellenőrizhetővé váljon a pásztorember tevékenysége, hiszen ő maga jól ismeri az állatállományát, neki nem kell megjelölni az állatokat, viszont a magának, annak, aki őt megfogadja, legyen az akár egy ember, aki nagyobb állatállománnyal rendelkezik, vagy egy közösség, például egy mezőváros, vagy egy nagyobb városnak a előjárósága, akik megbízzák ezeket az embereket. Tehát így lehet ellenőrizni magát a pásztort. A kezemben lévő két rováspálcán jól látszik, hogy ezeket hosszában ketté törték. Tehát úgy működik ez az ellenőrzés, hogy létezik egy pálca, egy bot darab, amelyet most úgy látjuk, hogy rovátkás díszítés jellemez, de valójában itt arról van szó, hogy a rábízott állatállománnyal el kell majd később számoljon, és így fölrúják erre a pálcára az állatállományt. Talán mindenki hallott arról, hogy szokták mondani azt, hogy sok van a rovásán, vagy dögrovásra került valaki. Ez azt jelenti, hogy ezen kívül, a pálcán kívül létezett egy dög rovás pálca és egy tőke rovás pálca, amivel az elhullott állatokat tudta a pásztor nyomon, illetve a gazda nyomon követni, a pásztor pedig rávéste, illetve a tőke rovásra pedig a szaporodást tudta nyomon követni a gazda. Természetesen ez nem a pásztornak a szükséglete, hanem a őt fogadó közösség vagy ember eligazodását segíti. Ez úgy működik, ez a rováspálca, hogy az állatokat rávésik szám szerint, tudják, hogy mennyit jelentenek, és hosszában ketté törik. Egyik marad a gazdánál, aki megfogadja a juhászt, és a másik pedig a számadóhoz kerül, amikor pedig később hajtják az állatállományt, akkor a két pálcát egymáshoz illesztik, és ebből tökéletesen látszik, hogy ugye összeérnek a vonalak, hiszen ketté lett törve, akkor tökéletesen látszik, hogy mennyi állatról van szó, és hogy azok hogy gyarapodtak, hogy hullottak el. Természetesen az állat bőrével is el kellett számolni a juhászoknak vagy pásztoroknak, és innen van a dögrovásra került közmondásunk, ugye azt jelenti, hogy valaki meghalt, ugyanez az állatállományban is természetesen ugyanezt jelenti.